Köszöntöm a Miskolc Televízió nézőit, önök a Sportpercek adását látják. Heti összeállításunkat labdarúgással kezdjük, ugyanis bravúros végjátékkal szerzett pontot a DVTK labdarúgó csapata Kisvárdán. A hazai együttes már az első félidőben megszerezte a vezetést, amelyhez a második félidőben még egy gólt hozzá is tudtak tenni. Ám ez sem volt elég. A Diósgyőr két becserélt játékosának köszönhetően 10 perc alatt kiegyenlítette a mérkőzés állását. Az egyenlítő találat szerzője Egerszegi Tamás volt, aki beszélt a találkozót követően érzelmeiről, és arról is, hogy mit jelent számára újra Diósgyőrben játszani. Szomorú nap volt tegnap, hiszen a 17 éves akadémistánk Takács Marci életét vesztette egy őszi baleset után. Sokáig küzdött az életéért, sajnos nem sikerült, feladta a szervezete. Ez a sajnálatos esemény árnyékolta be a Diósgyőr szombati játékát, ahol az OTP Bankliga 22. fordulójában Kisvárdára látogatott a csapat. A találkozót a hazai együttes kezdte, jobban ők irányították a játék menetét, aminek a 23. percben meg is lett az eredménye. Cukales gurított a hálóba, Danilovics kapust kicselezve. A piros-fehérek viszont nem tudtak élni kontra lehetőségeikkel. A második félidőben aztán megváltozott a mérkőzés képe, a miskolci csapat irányította inkább a játékot, nagy nyomás alá helyezték a hazaiak védelmét. A 66. percben kettőt változtattak a miskolciak, Rui Pedro helyett Molnár Gábor lépett pályára, illetve Ivanovskit Tabakovics váltotta. Mindezek ellenére a második kontra lehetőségét kihasználva Melnyik révén megduplázta előnyét a Kisvárda a 76. percben. A miskolci csapat azonban nem adta fel, mindent egy lapra feltéve rohamoztak, aminek meg is lett az eredménye. A két becserélt támadó Tabakovics és Molnár gyönyörűen játszott össze, melynek révén az utóbbi játékos szépített a 83. percben. Ezek után még inkább kitámadtak a piros-fehérek, a mérkőzés 89. percében kisívelt oldalról be egy labdát, majd a másik becserélt játékos Egerszegi higgadtan kezelte le a labdát, és a rövid sarokba lőtte azt. Ezzel pedig kialakult a végeredmény, Kisvárda, DVTK 2-2. A mérkőzéssel kapcsolatban tényleg 3 pontért utaztunk, de pozitívnak kell lennünk, hiszen pontot mentettünk. Igaz, 2-2 után lett volna még egy lehetőségünk a gólszerzésre, de a kisvárdaiaknak is. Azt mondom, hogy nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy 2-0 után ugyanúgy hittek magukba, és ugyanúgy ment mindenki előre, és nagyon büszke vagyok a szurkoltáborunkra is, hogy 2-0 után ugyanúgy ők is bíztak bennünk, és végig szurkoltak, és végig bűztek, hajtottak minket. Úgyhogy kettőnek a játékosok és az a tábornak a akarat erejéből született ez az egy pont. A mérkőzés 89. percében egyenlítő gólt szerző Egerszegi Tamás is beszélt a találkozó alakulásáról. 3 pontért mentünk, nyilván 2-0 ez bravúr, hogy 10 perc alatt egyenlítet tudtunk. Az első fél idő az nem volt túl jó, kicsit jobb volt a Kisvárda, de másik fél időben azért úgy gondolom, hogy helyzeteket alakítottunk ki, és megérdemelten úgymond szereztünk 2 gólt a végén. Feckó Tamást arról is kérdeztük, mi az oka, hogy csapata mostanában a második félidőben mutatja inkább szebbik arcát. Fizikálisan jobb állapotban vagyunk, mint az ellenfeleink, én úgy gondolom, és ennek tudható be, amikor ők már elfárnak, akkor könnyebb a támadásvezetések. Az első fél időben azért mindenki koncentrált, és nagyon taktikus volt ez a fél idő is. Ugye külső szemlélőként biztos nem volt olyan látványos, de szakmabeliként mindkét csapat nagyon jól megszervezte a védekező részét, hiszen a hazaiaknak volt egy kontrazítszerük, nekünk egy kontrazítszerünk, ők berúgták, mi pedig nem rúgtuk be. A második fél időben pályára érkező középpályás beszélt az elmúlt nehéz időszakáról, és arról is, milyen érzés újra miskolci közönség előtt játszani. Hát igen, egy eléggé rossz időszakon vagyok túl. Sajnos az őszom az nem úgy alakult, ahogy elterveztem. Sok sérülésem is volt, de ez már a múlté, most már nem foglalkozom ezzel. Hál' Istennek vissza tudtam ide kerülni Diósgyőrbe. 2,5 voltam itt, nagyon szerettem itt lenni. Úgyhogy most azon vagyok, egyre még fél év kölcsön vagyok, de azon vagyok, hogy itt maradjak. Nem idegen, ugye? Hát és a szurkolók ugye magáért beszélnek, úgyhogy itt élmény focizni, úgyhogy meg most tapasztalom is, hogy idegenben is nagyon sokan jönnek, mint régen, úgyhogy bízom benne, azt az időszakot vissza tudjuk hozni, mint régen. A DVTK számára az előző mérkőzéseket figyelembe véve nagyon úgy tűnik, beváltak az új igazolások, szinte minden mérkőzésen közre működik egy-egy újonnan érkező a gólokban.
A Ciprus edzőtábor nagyon jó alkalom volt arra, hogy egyből be tudjanak illeszkedni a csapatba, mind szerkezetileg, mind pedig emberileg. Mindenki, aki itt van, nem csak az újak, hanem akik itt vannak őszóta vagy nyáróta, nagyon jó teljesítményt nyújtanak, és tényleg mindenkinek az a cél, hogy minél többet játszan a pályán, úgyhogy ebből nagyon sokat tudunk profitálni. Molnár és Egerszegi ugyan még csak csereként léptek eddig pályára, de megtudtuk, mikor láthatjuk majd őket kezdőként a csapatban. Persze, hiszen akármikor beszállnak, mindig jó teljesítményt nyújtanak, úgyhogy előbb-utóbb eljön az idő is. Valamint azért még, ugye a Gabihoz visszatérve azért, vagy az Egerszegihez is visszatérve, mindketten azért olyan állapotba érkeztek, akik hogy nem játszottak hosszú ideig. Ugye az Egérnek azt hiszem 10 perce volt az őszi szezonban, a Gabi nagyon régen játszott bajnoki mérkőzést, úgyhogy lassan 90 percesek lesznek, és igyekszünk akkor azt minél jobban kitolni, hogy minél több időt tudjanak a pályán tölteni. A régi új játékosnak sikerült gyorsan beilleszkednie. Egerszegi Tamás beszélt arról is, milyennek találja jelenlegi Diós Győrt. Szinte már egy hét után úgy éreztem, hogy be tudtam illeszkedni. Nyilván akkor tud a játékos beilleszkedni, hogyha gólokat lő vagy jó teljesítménnyel. Úgy gondolom sikerült, nagyon jó közösség van itt, stáb is nagyon, nagyon jó, úgyhogy most Diós Győrben nagyon jó focizni, úgy gondolom. A következő fordulóban a Budapest Honvéd fogadja majd a csapatot Budapesten. Feckó Tamás vezetőedző és Egerszegi Tamás előre tekintve arról is beszélt, hogy mit várnak majd ettől a találkozótól. Ugye Kispesten mindig nehéz játszani, hiszen nagyon stabil, jó védekező csapat, előbb pedig a Lanza Fámel mindig teremt magának helyzetet, általában gólokat is rúg belőle. Én nagyon bízom benne, hogy most már Kispestről is 3 ponttal tudunk távozni. Nehéz meccs lesz. Ugye a Honvéd tipikus mindig 5 védővel áll föl, úgyhogy nehéz lesz őket áttörni, de úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan a kellő önbizalma ahhoz, hogy pontokat tudjunk szerezni. A Kisvárda DVTK mérkőzést szerdán 20 óra 25 perckor tekinthetik meg a Miskolc televízió nézői. Hétvégén pedig ismét idegenben lépnek majd pályára piros-fehérek a Budapest Honvéd ellen.